Ahogy Európa nagy része, a magyar is egy előregedő társadalom. Ennek egyik oka, hogy csökkennek az állami nyugdíjak. Ezért is fontos, hogy már fiatalkorban készüljünk idősebb éveinkre, pénzügyileg is. 35 perc című műsorunkban legutóbb a pénzügyi tudatosság fontosságára, illetve annak fiatalkori szerepéről is beszéltek vendégeink. Középiskolában, általános iskolában már ugye olyan tanrendet kialakítani, amelynek úgymond része mondjuk egy ilyen pénzügyi vagy gazdasági ismeretek óra, melynek keretén belül akár játékosan bemutatni a pénzügyeket, akár pedig a mindennapi életből olyan példákat hozni, amivel a későbbiekben találkozhatnak. Ugyanis a 18 év alattiak ritkán találkoznak valóban pénzügyi döntésekkel, ezt követően viszont ugye az első döntés például, hogy hova helyezzük el akár úgymond a folyószámlánkat, tehát ez melyik banknál legyen, vagy hogy hogyan takarékoskodjak, az ösztöndíjamat hogyan használjam fel, vagy esetleg úgymond a diákhitelemet, és ezeknek a döntéseknek már akár hosszú távon is következménye lehet. Szintén fontos kérdés, ha megtakarításról van szó, hogy milyen időtávra, mekkora összeget és mekkora kockázattal vállaljanak a befizetők. Ma Magyarországon a teljes lakosság 50%-a tesz félre jövedelméből, ezen létszám 30%-a az, aki a nyugdíjas évekre. A megtakarítás, ha fiatalkorban kezdjük, már kisebb összeggel is hatékony kiegészítése lesz a lecsökkenő állami nyugdíjaknak. Az elmúlt időszakban 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke, félretenni több módon is lehet. Magyarországon most jelenleg három nyugdíjelő takarékossági forma vehető igénybe. Mind a háromra egyébként jár a 20%-os adójóváírás. Ezek a nyugdíjelő takarékossági számla, vagy NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve a nyugdíjbiztosítás. Mindegyik más-más miatt jó. Ugye összességében 100 és 150 ezer forint közötti adójóváírásokat kaphatunk meg a befizetéseinkre. Teljes mértékben 280 ezer forintot vehetünk igénybe, hogyha összeválogatjuk ezeket a lehetőségeket, viszont ehhez azért egy 1,4 millió forintos befizetésre lenne szükség, ami azt gondolom, hogy elég nagy összeg. Az átlagos magyar megtakarítók havonta 10 és 20 ezer forint között tesznek félre nyugdíj célukra. Önkéntes nyugdíjpénztár annak javasolható, aki havonta 10 ezer forint alatti összeget tud félretenni, itt ugyanis már 3-4 ezer forinttal is tud takarékoskodni, illetve ezt nem szükséges minden hónapban befizetni. A nyugdíj előtakarékossági számla azoknak lehet megfelelő forma, aki minden hónapban be tudja fizetni az előírt fix alaptagdíjat, amíg a nyugdíjbiztosítás úgymond minden oldalról jelent egyfajta biztonságot, hangzott el a műsorban. Itt ugyanis a 20%-os adókedvezményen kívül egy biztosítási védelmet is igénybe vehetnek azok, akik hosszú távban gondolkodnak. A szakemberek ezeknek a lehetőségeknek inkább a párhuzamos vállalását ajánlják, hiszen ha idő előtt megszüntetik a számlákat, akkor számolni kell például az adójóváírás visszafizetésével, vagy egy esetleges büntető kamattal.